Sziasztok, Gönyű. Ahol éppen most vagyok, mondjuk úgy, hogy Sopronba indultam egy 450-60 sok kilométeres túrára. El van csúszva a sminkem, nem aludtam jól, és a tervezővel jöttem a természetjáró appal ácsfele, és bevitt a sisnyába, úgyhogy nagyon szarul néz ki a roller. Zabát és energiával, és dél van, és még csak gönnyűnő járok. És nem csak a roller van lemerülve, hanem én is. Irdatlan módon fázik. Beszélni se bírok, fáj a fejem nagyon. Úgyhogy túrát nem adunk fel, de egy észszerű döntést kell hozni. Ilyen állapotban így két napot nem mehetek alvás nélkül. Úgyhogy Sopron sztornom. Itt terveztem, ugye, hogy úgy megyek Sopronba, hogy két nap megyek és jövök. Tehát az éjszaka előtt érek oda, éjszakába kavargok Sopronnál, megkerülöm a fertőtavat és úgy jövök haza. Ez most ebben az állapotban kifújt. Mondjuk úgy, hogy a Garmin órám is azt mondta reggel, hogy a body bateria béka segge alatt van. Mondott 12-t. Tényleg nem aludtam jól, rosszul voltam egész este, tehát ilyen is néha elő szokott fordulni. És túrát nem adok fel, de megpróbáltam neki futni, de rá kell, hogy jöjjek, hogy ez erőn felül van, tehát azt is be kell tudni látni, hogyha úgy van, akkor nem kell nekiállni, mindenáron elmenni világgá, hogy abban utána baj legyen. És észszerű keretek között fogom húzni hazafele a gázt, hogy hazaérjek minél előbb, és tényleg ki kell, hogy pihenjem magam, mert egy ilyen 450-500-as túrának nem lehet csak úgy nekiállni. Ugye nem telt el két nap se, hogy mentem egy 532-535 egy nagy országjáró túrát. Nem lehet ezt két nap pihivel kipihenni és elindulni újra egy 500-as túrára. Érzem is, hogy kampón vagyok, szóval Gönyűről irány, Komárom, aztán haza. Ez most így sikerült, de akkor is megyünk előre, hajrá!